A gazdasági világválság negatív hatásai az elmúlt években a hazai sportfinanszírozásban is érezhetőek voltak. Több jelentős szponzor lépett ki a hazai sportélet mögül. Szerencsére városunkban is akadnak azonban olyan cégek, melyek teljes mellszélességgel a magyar sport mögé állnak. Az egyik vezető hazai csomagolás technikai cég eddig is jelentős szerepet vállalta a város sportéletében, támogatva a Szapafehérvár AV19 jégkorong csapatát. Az idei esztendőben pedig a tornász Berki Krisztián mellett a székesfehérvári öttusázó Kovács Sarolta olimpiai felkészülését is támogatják. 4 évvel ezelőtt és az öttusa mellé álltunk szép reményekkel. Bízunk benne, hogy a 2012-es év a öttusa, a székesfehérvári öttusa számára is sokkal sikeresebb lesz, mint a 2008-as, úgyhogy adott volt a név, adott voltak a korábbi sikerek. És hát Kovács Saci példamutató magatartása, versenyekről való gyönyörű eredményei, én azt hiszem, hogy meggyőztek bennünket arról, hogy 2012-ben az olimpiai évében a felkészülés ezen szakaszában is támogassuk őt. Kovács Sarolta, aki egyébként az eddigi egyetlen székesfehérvári olimpiai bajnok, Vörös Zsuzsa irányításával készül a londoni játékokra, kérdésünkre elmondta, a fizikai felkészülés mellett lélekben is topon kell lenni ahhoz, hogy valaki kiemelkedő sikert érjen el egy olimpián. Van jó pár versenyem az olimpiáig, de hát a fő verseny az olimpia, úgyhogy arra időzítünk csúcsformák, mint mentálisan is, mert tényleg azért nagyon nehéz fejben is ezt elbírni, de hát én most erre edzek, amiben nagyon jó segítség a Zsuzsa, mert ő aztán tudja, hogy tényleg ő nagyon nagy versenytípus volt, tényleg a versenyen mindent ki tudott magából hozni, és ő nagyon sokat tud segíteni nekem ebben. A tornász Berki Krisztián az elmúlt években sikert sikerre halmozott a világ és Európa bajnokságokon. Az első 5 karikás megmérettetésére készülő Berki kérdésünkre elmondta, mindent megtesz azért, hogy sikeresen térjen haza Londonból. Nyilván a célom az tényleg az, hogy olimpiai bajnok lássak, hiszen gyerekkorom óta ezért dolgozom, de elsősorban nem ez az, ami foglalkoztat, hiszen azért nem erre kell elsősorban gondolni, nagyon örülök annak, hogy ott lehetek eleve a londoni játékokon, hiszen a pekingi játékokról lecsúsztam. Már szinte minden megvalósult, amit úgy terveztem volna, és tényleg az olimpiai részvétel volt az egyik legnagyobb álmom, úgyhogy ez is teljesült, az, hogyha aranyérmes tudok lenni, az tényleg felülmúl majd mindent. A székesfehérvári cég a két olimpikon mellett a labdarúgó játékvezető Kassai Viktort is támogatja, aki ott lesz az Európa bajnokság játékvezetői keretében. Ahogy a cégvezető elmondta, a sportembereket az idei esztendőben egy 7 számjegyű, nem 1-essel, 2-essel vagy 3-assal kezdődő összeggel támogatja majd a székesfehérvári vállalat.